Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nagyon. Nagyon? Kérdez, aki nem elégedett. Nem elégedett? Oké. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Túl sok minden. Túl sok minden baj van? Nagyon sok sűjjesztő. Ezt mondják az emberek, mivel kívánok. Tehát mondták, hogy én is mondtam, hogy ősztől lesznek dolgok, de most ugye az Izrael a dolog. És... De hát ez nekünk nem rossz. Nagyon messze van, ha végignézzük, nem? Akkor ráadásul ugye azért sem rossz, mert így legalább hát, ha előbb befejeződik a szomszédunkban lévő háború, mert kevesebb pénz jut oda, meg kevesebb fegyver, meg stb. Jut oda. Mert hát most a világ ugye arra jobban figyel, mint erre itt. Szóval lehet, hogy ez annyira nem rossz. Persze hát minden élet, ami ugye erőszakosan múlik el, akkor az nem jó természetesen. És hát ott ugye erőszakosan múlnak el életek. Szóval egy érdekes világunk van, de a legnagyobb probléma talán itt a világunkban, ugye az elbutulás. Tehát, és tök jó, hogy olyan dolgokat élek meg itt az életemben, amiről ugye lehet tapasztalatot nyerni, és lehet róla beszélni, és lehet következtetéseket levonni, ugyanis én hát több mint 20 éve előszeretettel foglalkozok azzal, hogy minek mi az oka, és mi a következmény. És hát ugye az ember a megélésekből is nyer olyan tapasztalatokat avval kapcsolatban, hogy miért van most az, ami van, és miből fejlődött ki az, ami most van. Tehát miből fejlődött ki. Tehát például mondjuk az általános elbutulásról már beszéltem, hogy az miből fejlődik ki. De most ugye mi most éppen megélünk egy helyzetet, és annak is van természetesen az én számomra tanulsága. Marian már feleségem felvetette többször életembe, hogy miért kell neked mindent kielemezni. De ezt ugye nem régóta mondja, csak az elmúlt 13 évben, hogy ugye bármilyen történés, ami van, nem ilyen kisebb történésekre gondoljátok, hanem ilyen nagyobb történésekre, akkor rögtön én késztetést érzek arra, hogy kielemezzem. És hát ugye beszéltem arról egy előző díjmentes képzésben, hogy mit hoz létre a tévé. Emlékeztek? Na most beszéljünk arról, hogy mit hoz létre ez a helyzet, ami itt a világunkban van, például itt a nyugati társadalomban. Tehát én ugye most látom azt, hogy mondjuk egy gyerekszületés az mit okoz egy családban, tehát mit okoz. Ugye örömöt, stb. De milyen feladatokat okoz? Ugye ezt látom. Nyilván a szülőknek okozza ezt a feladatot. Na most ugye, de kérdés, hogy a szülők ezeknek a feladatoknak ugye mennyire tudnak megfelelni. Na most régen ugye ezek a szülői feladatok, tehát nem arra a szülői feladatra gondolok, amikor már a gyerek nagyobb,
hanem amikor újszülött. Tehát régen egy anya úgy lett, illetve egy nő úgy lett anya, hogy előtte babázott. Tehát ezt a babázást kétféleképpen értsétek. Tehát régen a gyerekeknek, a kislányoknak vettek babát, és a kislány eljátszotta azt, amit egy babával csinálni kell. Ráadásul gondold végig, olyan családokba születtek bele a gyerekek, tehát most ugye azért beszélek erről, hogy annak, ami el van szúrva most, annak milyen következményei lettek, illetve ami el van szúrva már egy ideje, annak milyen következményei lettek. Engem mindig ez érdekel, milyen negatív következményei lettek annak, ami el van szúrva. Tehát régen ez úgy működött, hogy a lányok családban nőttek föl. A családot úgy értsd, hogy ott volt apa, anya, és testvérek, unokatestvérek, stb. Stb. Érted? Ami azt jelenti, hogy egy lány mire anya lehetett, felkészülhetett arra, mert egy csomó olyan helyzetben volt, ahol újszülött volt. És ezáltal a lányok, mikor ők anyává váltak, addigra már látták, hogy egy újszülöttel mit kell tennie egy anyának. Miért? Mert gondold végig, például az én édesanyám és anyósom is 8 gyerekes családba született. Érted? Tehát 8-an voltak testvérek. És a anyósom ugye az a legidősebb testvér volt. Anyám az ilyen majdnem középen volt. Tehát mire ők felnőttek, több olyan gyereket láttak, gondold végig, vidéken nőttek föl. Vidéken ez még úgy működött, hogy hát a szomszéd is rokon volt, kicsit arrébb is rokon volt, a falu egy jó része rokon volt, de közel laktak a rokonok. Tehát például, ha egy baba született, akkor oda mentek a, főleg a lányok, kislányok, a fiúk kevésbé, kisfiúk kevésbé, de a kislányok oda mentek, mert mindig érdekelte őket, és látták, hogy mit csinálnak az anyák, érted? Egy babával. Most ez nincs. Sőt, elkezdik az anyákat már évtizedek óta fiúvá nevelni az ostoba szülők. Ami azt jelenti, hogy gyerekkorában az a szegény anya nem is babázik, hanem autót tologat, érted? Ezáltal, hogy nincs babája, nem tudja az anyja megmutatni neki, hogy mit kell csinálni egy babával. Nem tudja. Érted? Tehát az nem ösztön például, hogy hogy indítsa be a tejet. Az nem ösztön, hogy például, hogy masszírozza a mellét, hogyha valami baj van a cicijével. Érted? Az anyának. Ez nem ösztön. Ha valaki azt mondja, egy ösztön, ez nem ösztön, ezt meg kell tanulnia. Érted? Tehát az nem ösztön, hogy például megtanulja azt, hogy a baba szopás közben mondjuk vegye levegőt. Érted? Azt is meg kell tanítani, hogy mit kell csinálni az anyának ahhoz, hogy kapja levegőt szopás közben. Sőt, azt is meg kell tanítani, hogy mit csináljon, hogy ne aludjon el szopás közben, mert akkor meg éhes marad. Stb. Stb. Egy csomó dolog van, amit a gyerek annak idején látott lányként, érted? Látott, hogy hogy csinálják az anyák, most ez nincs. 3 nap után kiadják a kórházból, mikor még senkinek nincs teje, kiadják a kórházból, és akkor bajlódjon otthon az anyuka. Képzeld el, főleg, hogyha semmi segítsége nincs. Miért? Mert nincs jó viszonyban a szüleivel, férje sincs, aki segítsen neki. Mit csinál?
nagyon idegeskedi magát, tiszta stresszes lesz az anya, lehet, hogy depressziós is lesz, ezért vannak a depressziós anyák, és utána az milyen gyerek lesz? Emlékeztek arról, hogy arra, hogy beszéltem arról, hogy, a gyerek nem, mondtam, hogy nénizs le, ellenőrizted le. Tehát beszéltem arról, hogy mit csinál egy telefon, egy tévé, hogy a tévét nézi a gyerek. Hogy a gyerek nem tud különbséget tenni. Sőt, ugye volt egy gyereknevelés kócsképzésünk, ahol kismilliószor beszéltem arról, hogy mit számít az, hogy mennyire kiegyensúlyozott az anya, mennyire kiegyensúlyozott ezáltal a baba. De most képzeld el, mondjuk, ha a terhességben valaki kiegyensúlyozott, de mondjuk, mikor megszületik a gyerek, nem kiegyensúlyozott azért, mert fogalma nincs, hogy mit csináljon. Mert senki nem tanította meg neki. Mert lehet, hogy van ilyen tanácsadás, vagy elmegy, vagy nem, mert az nem kötelező. Érted? A védőnő meg kimegy, megnézi, rendben van a baba, minden oké, okay, elmegy. Kész. Érted? Aha, kb. 10 perc múlva így van. Na most gondold végig, milyen lesz az a gyerek, amelyet nem tud ideális módon mondjuk egy anya gondozni, mert fogalma nincs, hogy mit csináljon, érted? Fogalma nincs. Nem tudja, hogy mit ehet, mit nem ehet, olyat teszik, vagy annyit teszik, akkor fogja, és a gyerek nem alszik, érted? És a gyerek az ott stresszel, és vele az anyja természetesen. És ez régen nem volt gond, hát most gondold végig, egy olyan anya készül neki a terhességnek, aki autókkal játszott, mert a szülei ilyenre tanították, érted? Vagy mert volt egy bátyja, és a bátyja autókkal játszott, érted? És ezáltal a kis húga nem tanult meg babázni. Na most ugye baromi jó kérdés a te esetedben is, hogy vajon téged hogy neveltek? Hogy születtél? Mondjuk kiegyensúlyozott volt anyukád, igen, és utána tudott veled mindent csinálni, amit kell. Hát most gondold végig, mondjuk egy édesanyja megszüli a gyerekét, mondjuk 2-3 óránként szoptat, akkor közben mindenfélét csinál a gyerekkel, akkor tud aludni, mikor a gyerek alszik, érted? Hogy gondoskodik a férjéről? Sehogy. Régen ez úgy volt, hogy mentek az anyák, mentek a idősebb testvérek, és segítettek. Most hogy? Főleg egy városban, ahol közel nincs rokon, közel nincs szülő, mit csinál? Persze felnő az a gyerek, semmi gond nincs vele, felnő, csak milyen gyerek lesz az abból a felnőttből? Vagyis abból a, milyen felnőtt lesz abból a gyerekből? Érted? Milyen, mikor végig stresszelt az anyuka, és mondjuk végig stresszelt a gyerek? Hm? Értitek? Tehát ami, gondoljatok végig, hát egy ideális felnőtt akkor lesz valaki, hogyha minél kevesebb stresszt élt meg gyerekkorba. Tehát az idegrendszerünk az nem úgy működik, hogy minél több stresszt kapsz, annál erősebb lesz az idegrendszered. Ez egy baromság, ha valaki ezt mondja. Az idegrendszer akkor erős, hogyha nem sok stresszt kapott. Oké? Okay? És minél kevesebb stresszt kapott egy ember onnan, hogy megfogant, annál, de annál jobban fog működni felnőttként. Érted? Miért? Mert a stressz helyzet már eleve, a rengeteg stressz helyzet leviszi az ember hangulatát, és már gyerekként úgy indul, hogy nem jó hangulatú. Tehát furcsa nekem az,
hogy az óvodások is jobb hangulatúak voltak régen, mint manapság. És már nem furcsa. Tudod, miért nem furcsa? Azért nem furcsa, mert így, hogy most látom, ugye a Krisztinek, a menyemnek szerencséje van abból a szempontból, hogy kap segítséget. Érted? De mi van azokkal az anyákkal, akik nem tudnak segítséget kapni? Egy férfitől hogy kap segítséget? Max annyit, hogy mit tudom én, megfőz, vagy bevásárol, érted? Vagy kitakarít. De ahelyett mit tud még büfisztetni? Tisztába talán rakja. Aztán mit, miben segít még? De hát a férfinak 10 nap után el kell menni dolgozni. 2x5 nap után. Vagy ha nem megy el, akkor honnan lesz lóvé? Tehát nem tudom, azért mondom ezt, hogy értsétek meg, hogy miért van egy ilyen helyzet, érted, hogy gyakorlatilag a fiatal generáció az mintha nem tudna gondolkodni. Miért van egy ilyen helyzet? Mintha nem tudna se gondolkodni, se boldogulni, főleg nem önállóan. Érted? Nyilván tisztelt a kivételeknek. Hát miért? Hát meg gondold végig, stresszes volt az anyuka, amikor a hasába volt a baba, utána stresszes az a helyzet, ahogy elindul az egész, mondjuk az az első 6 hét. Főleg most gondold végig, mondjuk valaki császárral szült. És az egy nagy hasi műtét. Gondold végig, hogy látja el magát, főleg ha egyedül van. Éppen mondom, minap mesélte valaki, hogy most az anyuka terhes, érted? És most jött rá az, hogy ő elválik a férjétől. Érted? Most terhesen. És mi lesz vele? A hormonok megbolondították a hormonok, így van, ezt mondta nekem is. Így van. A hormonváltozás ugye magában megbolondította. Szóval gondold végig, hát mindennek oka van, és következménye van, érted? A következményből lehet látni az okokat. Miért van az, hogy régebben sokkal nyugodtabbak voltak az emberek? Miért van az, hogy sokkal kevésbé voltak idegesek? Miért van az, hogy most sokkal idegesebbek az emberek? Hát visszavezethető a gyerekkorra, a pici gyerekkorra, érted? Vagy akár a terhességre. Tehát csesszük el a helyes működést, és ez elcsesszük az emberiséget, érted? Verjük szét a családokat, verjük szét a 3 generációs működéseket, és elcsesszük az egész társadalmat. Ezt csinálták. Nem mi csesztük el. Oké? De elérték, hogy ez így legyen. De 3 generációs családba képzeld el, ott egy nagymama is, meg egy anyuka is, aki tudott segíteni a kismamának, érted? Tehát annak idején, mikor én születtem, 6-7 szülési szabadság volt. Nem volt gyes, nem volt gyed, de volt 6-7 szülési szabadság, és ez a 6-7, ez a gyerekágyi dolgok. Tehát 6-7-ig ugye az anyának kell segítség. Oké? Mert ugye 6 hét alatt úgy szépen beáll, meg 6 hétnél már nem kell éjszaka szoptatni, stb. Stb. Tehát ez alkalmazkodva volt ez a múltban, ez a 6 hét, érted? Tehát ez nem azt mondom, hogy az úgy jó volt, hogy csak 6 hét volt, de ez azért mondom, hogy ez a 6 hét, ez a 6 héthez alkalmazkodott. Tehát most a legtöbb anya, főleg városban, milyen segítséget kap? És utána milyen gyereket fognak fölnevelni? Egy idegroncsot, érted? Aki nem bír a seggén megülni. Világos ez? Tehát akinek nem lehet parancsolni, mert érted, olyan, mint hogy a gombos tűvel bögdösnék a hátsóját. Miért? Mert egyszerűen nem tud nyugodt lenni, érted? Nem tud nyugodt lenni.
Tehát az ember onnantól, hogy megfogant, tanulnia kell a nyugodtságot, érted? Hogy nyugodt tudjon lenni, akármilyen helyzetben. Ehhez képest a legtöbb embert éri egy kis dolog, már is ideges. Milyen nyugodtság? Hol van a nyugodtság? És akkor mi miatt? Hát mert nem volt kiegyensúlyozott az anyuka, és utána nem volt kiegyensúlyozott akkor, amikor a gyerek kicsi volt. És az sokkal több hatást generál, mint később bármi. Sokkal több hatást. Tehát minél kisebb az a gyerek, annál nagyobb a hatás. Tehát egy olyan világban élünk, ahol mindent szétcsesztek, érted? Ami jól működött. Mindent. Hát van egy mondás, tessék, hát szétverik a családokat, akkor szétverik a társadalmat. És a családok az mindig úgy működött, hogy három generációs. Érted? Hogy kölcsönösen segítsék egymást. A mai világban a három generációs család még ideálisabb. Miért? Mert van nyugdíj. Régen nem volt nyugdíj. Nekem a két nagyszülőmnek nem volt nyugdíja. Két nagyszülőmnek volt. A pesti nagyszüleimnek volt nyugdíja, a vidéki nagyszüleimnek nem volt nyugdíja. Tehát most gondold végig, most egy olyan háromgenerációs modell lehetne, ahol van nyugdíj, és annak is jó a jövedelme. Érted? Mármint az is hozzájárul, így van, a jövedelmével a család működéséhez. És akkor könnyebben kijönnek, érted? Tehát akkor ugye nem ketten keresnek, hanem hárman keresnek. Tehát nem mindegy, hogy egy családban egy keres, vagy kettő keres, vagy három keres. Nem mindegy. Minél több keres, annál jobban kijönnek. Tehát ezt ugye azért mondom, mert át kellene látni ezeket a dolgokat, hogy milyen nagy baj van ebben a világban. Érted? Minden el van szúrva, ami jól működött régen. És most nem a technikáról beszélek, mert az jó, érted, hogy egy anyának nem kell mosnia, érted? Hanem ott a mosógép is kimos, csak ki kell teregetni. Vagy van szárítógép, akkor még az se kell. Vagy mit tudom én, nem kell begyújtani. És tüzelni, érted, meg fát behordani, hanem csak bekapcsolja és már megy. Tehát van egy csomó dolog, ami jó, de ez a technika, én most nem a technikáról beszélek, hanem arról, hogy a kapcsolatokat, az emberi kapcsolatokat, a rokoni, családi kapcsolatokat, avval mit csináltak? Mit csináltak? Gondoljátok végig. Tehát most azt a helyzetet, ugye, amit megél a fiam meg a menyem, azt a helyzetet egyedül megélni, vagy akár csak egy férjel megélni, stressz nélkül ki van csukva. Érted? Úgyhogy ha nincs segítség. Hát még arra sincs idejük, hogy főzzenek, érted? Még arra se. Meg hogy takarítsanak. Szó szerint. Mert gyakorlatilag minden időt leköt még a gyerek itt az elején. És akkor három nap után kiadják a kórházból. Semmire senki nincs megtanítva. Nem látod senki semmit. Érted? Érdekes egy világ. Milyen gyerekek lesznek ezekből? Gondold végig. És ugye mit csinál sok nagyszülő? Hát kit érdekel ugye az unoka, meg a menny, meg a gyerek, meg a lány? Menjünk nyaralni, üdülni, érted? Na az a fontos. Jó, mit tud tenni, hogyha jó messze van? Semmit. Na most gondold végig, mondjuk valaki kiköltözik külföldre. És az anyja, szülei meg itt vannak, érted? Mindegyik. Apjának, a férjének is, meg a feleségnek is. Érted? Itt van a szülei. Ki fog nekik hogy segíteni?
tönkre teszik a gyereket, úgy ahogy van, meg magukat is, avval a stresszel, hogy anyai ösztön az be fog indulni rögtön, és ott fog stresszelni az anya, hogy nem tud a gyereknek megfelelni, érted? Milyen gyerek lesz az? És utána az a szülő, aki hosszú távon neveli azt a gyereket, hogy fog fölemelkedni a hangulata, mikor ott tartósan lemegy amiatt, mert nem tud a gyereknek megfelelni? Hát ez régen sokkal könnyebb volt, hát a környékből a rokon lányok, rokon nők mentek és segítettek, érted? Akár felváltva, és ezáltal nem is volt megterhelő. És akkor egyszer ez vitt mondjuk enni, egyszer az vitt enni, érted? És meg volt oldva, és akkor utána 6 hét után már ez rendben van, de az a 6 hét nagyon húzós, mikor ilyen apa szopik a gyerek, érted? Senkinek nem akarom elvenni a kedvét, csak hogy lássuk, érted, a dolgokat arra vonatkozóan, hogy miért lesznek olyan gyerekek, akik lesznek felnőttek, miért lesznek olyan felnőttek? Hol volt az a sok stressz? Érted? És akkor gyakorlatilag az anyák felkészítése, az mondhatjuk, hogy csak nem a nullával egyenlő a mai világban. Érted? Tehát a szülésre. Meg ugye az apákat is fel kellene készíteni. Nekem is azt mondta a fiam, hogy jó, hát ő majd simán alszik a gyereksírás mellett. És akkor ugye megkérdeztem tőle, hogy még akkor, hogy a telefonodat be szoktad állítani ébresztőre? Azt mondja, be. És mondom, arra föl szoktál ébredni? Fel. Na mondom, az a gyerek az a frekvencia, amikor sír. Tehát pont az az ébresztő frekvencia. És nem lehet, egy gyereket nem lehet átállítani más frekvenciára, persze. Meg nem lehet lenyomni, érted? És fogod, lenyomod a telefonodat. Ezt nem tudod. Persze. Hát a fiam fáradtabb, mint a menyem. Tényleg. Hát mi ugye az anyában ott van az adrenalina, ugye az anya ösztön révén. Tehát az apában nincs. Az apában akkor van, hogyha valami verseny van, hát ez meg nem verseny. Oké? Hát jó, de hát fáradt az ember, akkor lehet. Mi voltál már fáradt életedben? Akkor lehetsz tudatos. Akkor csak aludni akarsz. Nem? Mikor nagyon fáradt vagy. Mondom, az anyáknál más, mert ott az anyai ösztön. De olyan, hogy apai ösztön, ilyen szó nincs. Hát ilyenről még nem hallottunk. Lehet ilyet kreálni, de hát ez nincs olyan. Az apai ösztön az, hogy eltartsam a családom, az az apai ösztön. Érted? És onnantól, hogy az embernek férfiként van egy családja, akkor elkezd többet dolgozni. Ennyi, tehát pénz, többet, több pénzt akar keresni, hogy jobban megéljen a család. Ehhez kapcsolódik az apai ösztön, slussz. Jó? Tehát semmi máshoz. De hát egy apai ösztön, mondom, ilyen kifejezés nincsen. Jó? Tehát ezt azért mondom el, hogy hát itt a világunkról van szó, érted? És egyre rosszabb ez a helyzet, mert egyre rosszabb, tehát a válások aránya folyamatosan nő, akkor a családokhoz képest a lakások aránya nő, tehát magyarul ugye egyre több a lakás, és egyre kevesebb ember lakik a lakásokban, mint régen. Tehát ez a bizonyíték arra, hogy szétköltöznek az emberek, érted? Hogy régen három generáció volt, például az én időmben, mikor én gyerek voltam, akkor ugye három generációs családban nőttem föl, és hát most már egy generációs, ha van a gyerek, akkor két generációs család. Még az a jó, ugye, hogy mi direkt úgy intéztük a dolgokat, hogy a gyerekeink azok közel legyenek hozzánk. Azon a példán, amit a szüleim gyakoroltak rajtam. Hogy az úgy indultam az életembe, hogy közel lakjam a szüleimhez. Érted? Ne távol. És akkor így, ugye egy
tudom, egy kilométeren belül, vagy más kilométeren belül lakni, az nem távolság. Az még gyalog is. Ugye nem olyan hosszú idő. Persze, még gyalog is járható. Szóval mondom, gondoljátok végig, hogy milyen világunk lesz. És romlik ez a helyzet, nem javul. Tehát romlik. Tehát régen 7-8 nap volt, mire kiadtak egy gyereket. Vagy lehet, hogy 5, nem tudom. Azt mondtad, hogy 5. Hát én nem emlékszem, hogy 5 lett volna. Tehát nekünk mind a kettőnél több volt. Ugye az első egy kicsit mocerás volt, ott 3 hét volt. Tehát már ott úgy jöhettünk ki, hogy a Gergő, már jól emlékszem, talán végig is aludta az éjszakát. Szóval a lényeg, hogy mondom, egy érdekes helyzet van, egy érdekes világunk van, mi lesz a fiatalok? Ugye legutoljára is miről beszéltem, hogy gyakorlatilag most már 3 Azaria stadion koncert lesz, és mind a 3 el kell. 3. És megnézed mondjuk a sportcsarnoki Azaria koncertet, az ugye, ami március 10-én volt, hát 3/4-ben, 2/3-ában lányok voltak, tehát fiatal lányok. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a 3 koncertem az összes lány szinte ott lesz, aki az a generáció. Érted? Hát mert 67 ezer fős a stadion. Az azt jelenti, hogy körülbelül 200 ezer ember. Érted? 200 ezer ember. És annak 2/3, ugye az mennyi? Azt mondja, hogy mondjuk 70 ezer. Nem, 140 ezer lány. Érted? 140 ezer lány lesz ott a 3 koncerten. Az gyakorlatilag az a generáció, érted? Alig lesz olyan, aki nem lesz ott. Egy sátán által, tehát alvilág által, tehát úgy alvilág, hogy lenti ördögi világ által támogatott zene. Tehát ez most csak tehát hogy tiszta és világos legyen. Én karriert építek 87 óta. Oké? 87 óta. 91-től tuti karriert építek. Saját cégem van, azt mondja, hogy 93 óta. És tudom, hogy ha nincs háttértámogatás, a növekedéshez, a fellendüléshez milyen teljesítmény, milyen energia, milyen munka kell. És én sokszor láttam ebben a több mint 30 évben azt, hogy egyik pillanatra a másikra ilyen üstökösként lő ki valaki. Érted? Mindig kapott háttértámogatást. Nem a szülőktől. Jó? Nem a szülőktől. Hanem felfigyeltek rá, és utána megtámogatták hátulról. Érted? Kik? Hát olyan emberek figyeltek föl rá. Most nehogy már nekem valaki azt mondja, hogy a Gyurcsányra nem figyelt fel senki. Az Orbán Viktorra nem figyelt fel senki. Mert akkor te nem ebben a világban élsz. Tehát az Orbán Viktor egy kis faluban nevelkedett, érted? Annál a környéken voltak nagyobb települések, és nem egy gazdag családból, érted? És utána a Soros alapítvány támogatásával ment ő Amerikába tanulni. Érted? Ez ott van a Wikipédián, meg tudod nézni, ott van leírva. Ami azt jelenti, hogy te rád miért nem figyeltek föl? Ha? Vagy rám? Miért nem figyeltek föl? Nem, nem, ez nem kisfalu kérdés. Nem kisfalu kérdés, hanem kiben látnak fantáziát, érted? Kiben látnak arra fantáziát, hogy mondjuk politikus legyen, érted? Kiben látnak arra fantáziát, hogy mondjuk a lakosságot jól tudja manipulálni. Most mondok példát, itt van a, mindig elfelejtem a nevét, tudjátok aki, ki? Nem,
nem politikus, aki a sportcsarnokba tartott előadást. Nem, nem, előadást. Szabó Péter. Szabó Péter. Gyakorlatilag ült börtönbe. Érted? Kábítózott, egyéb dolgokat csinál. Valahol felfigyeltek rá. Egy Csóringer 2 év alatt nem tud megtölteni egy sportcsarnokot. Nekem nem mondja el senki. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy valószínűleg a börtönbe felfigyeltek rá, hogy milyen jó dumája van. Érted? Hát de tipikus példa az ukrán miniszterelnök. Szerinted magától lett miniszterelnök? Hát ha azt gondolod, hogy ő a zseni, hogy magától lett miniszterelnök, akkor te nem tudom milyen világban élsz. Akkor nem a reális, nem a, ebben a világban élsz, hanem valami elvont világban, érted? Hát fogták és megtámogatták, érted? Tehát ma aki gyorsan feltűnik, amögött egy tőkeerős szervezet van, érted? Amely megtámogatja. Egy sportcsarnokba tartott koncert az több millió forintba kerül, a reklámról nem is beszélve, érted? És fogja és előveszi a farzsebből egy átlag ember? Ki van csukva? Érted? Egy, mondjuk egy óriás poszter reklám, mint mondjuk a Szabó Péter csinált annak idején, érted, az sok 10 millió forint. Sok 10 millió forint. Oké? Tehát amikor azt gondolod, hogy valaki annyira szuper tehetséges, és annak lett ő ismert ember, akkor te óriási tévedésben van. Orbán Viktor dadogott. Milyen szuper tehetségről beszélünk? Nem dadogott, hadart, bocsánat. Hadart, érted? Hát nem lehetett érteni, mit mond. Úgy hadart, anno, annak idején. Tehát szuper tehetséges egy hadaró? Hát, ma azt mondjátok nekem. Úgy, majd milyen jó szónok lesz egy hadaróból, nem? Nem ez volt a kiinduló pont. Azt mondták, majd megtanítjuk, hogy ne hadarjon. Megtanították? Meg? Oké? Hát itt van például ez az Azária. Nem érted, mit mond? Nem mikor angolul, most az angolt nem értjük. Mikor magyarul énekel, érted? Nem érteni, mit énekel. Tehát úgy oda kell figyelni, hogy mit énekel, hogy még akkor se érted. És akkor jön a szuper tehetség. Szóval, hát persze, mert felhallgatóval, vagy fülhallgatóval már jobban értette az ember. Érted? De pont ez a lényeg, hogy ne értsék az emberek, fülhallgatót vagy felhallgatót kelljen fölvenni. Mert akkor még manipulatívabb, meg akkor kizárja a külső zajokat. Érted? Mindegy. Szóval nem is ez a lényeg. Csak ha te azt gondolod, hogy olyan szuper zsenik vannak a világban, akiket így hirtelen ők maguk, hát gondold végig, mondok jó példát, a világ legnagyobb feltalálója Tesla volt, de mögötte nem volt háttértámogatás, és mi lett belőle? Együtt, Edisonnal együtt voltak, mármint úgy együtt voltak, hogy egy időben. Tesláról, amikor én fiatal voltam, azt se tudtuk, ki az. Edison, mindenki tudta, hogy ki az, érted? Edison már sokkal nagyobb feltaláló volt. Mégis miért Edison neve lett ismert? Miért ő volt a zseni? Mert őt támogatták. Világos? Teslát meg nem támogatták. Miért? Mert Edison olyan találmányokat talált fel, ami tetszett a támogatóinak. És Tesla meg olyan találmányokat
talált fel, ami a népnek lett volna jó, és ez baromi mód nem tetszett a háttértámogatóknak, akik lehettek volna háttértámogatók. Tudtad ezt? Tehát kikből lesznek zsenik idézőjelbe? Azokból, akiket hátulról megtámogatnak, mert látnak benne magukra nézve fantáziát, nem a lakosságra nézve, ezt a lakosságnak azt mondják. Világos ez? Csak hogy átlásd a jelenlegi szuper jó világunkat. És átlásd azokat, akik nevesek. Hát basszuskulcs, hú, van nagy nevek az előadók közt. Hát mint a régi nagy nevek, mint kommunista volt. A múltban, aki nem volt kommunista, az nem szerepelhetett közönség előtt. Érted? Tehát a szocializmusban, aki nem volt piros könyves, az nem szerepelhetett közönség előtt. Érted? A nagy nevek, Popper Péter, Müller Péter, stb. Mind kommunista volt a szocializmusban. Érted? Magyarul lefeküdtek a hatalomnak. Érted? Egy könyvet nem adhatott ki az ember, ha nem volt kommunista a múltban. Egy könyvet nem adhatott ki. Az írók is ezáltal kommunisták voltak, akik a szocializmusban kiadhattak könyveket. Magyarországon, persze nyugaton kiadhatott könyvet, mert ott nem kellett kommunistának lenni. De Magyarországon nem adhatott ki, ha nem volt kommunista. Basszuskuty, tehát azok is lefeküdtek. Apám nem volt kommunista, anyám nem volt kommunista. Apám minden este a Szabad Európát hallgatta. Érted? Engem még kis tagnak se vettek föl annak idején. Én még kis tag se voltam. Kisdobos egy évvel később voltam, úttörő egy évvel később voltam a magatartásom miatt. Sőt, kis tagnak fel se vettek. 32-en vagy hányan voltunk a középiskolában, az osztályban, ketten nem voltunk kis tagok. Ketten, az összes többi kis tag volt. De tök jól élveztem, mert mehettem haza, amikor neki kis akármi volt. Érted? Tehát mondom, mind lefeküdt. Érted? Lefeküdt a hatalomnak, vagy a pénzhatalomnak. Érted? Most mit tudom én, mondjuk van egy előadó, mondjuk Azária. Szépen mondjuk nő a nézettsége, stb. Tetszik az embereknek, felfigyelnek rá, és utána megveszik kilóra. Érted? Tehát mondom, gondold végig, egy sportcsarnokot nem tudott volna megszervezni. Hát a YouTube-ból nincs olyan, hogy bevétel. Érted? Akkor van bevétel, hogyha megengedi a reklámozást. Érted? Hogy legyen minél több reklám a YouTube-on. Az ő előadás, tehát az ő műsor alatt. Érted? De akkor meg kinézi, ha állandóan tele van reklámmal. Tehát amikor azt gondoljátok, hogy szuper tehetséges, mondom, a szuper tehetséges embereknek hosszú idő, mire érvényesülni tudnak, érted? Hát most mondok például itt van a Waberer. A Waberer, amikor kapott egy nagy állami támogatást, akkor ott volt a miniszterelnök, emlékeztek, mikor vehetett egy csomó kamiont. Még tévéműsor is volt róla, hogy a miniszterelnök ott van, mikor megkapta az állami támogatást. Ez nem most, és sok évvel ezelőtt. Érted? Mikor hirtelen így megnőtt. És akkor onnantól kezdve még több kamionja lett. Aha, de már rég el kellett adni a céget. És kinek? Orbán érdekeltségnek. Oké? És azóta már nem csak kamionozással, fuvarozással foglalkozik, hanem egészséggel is. Már van saját, hogy hívják,
kórházuk, magánkórházuk, a Waberer. Saját magánkórház. A név az megmaradt, csak már nem ők vannak benne, akik akkor voltak. Oké? Még jó, hogy mi olyan területtel foglalkozunk, hogy úgyse tudja helyette más megcsinálni. Nem tudnak lecserélni. Tehát még az a jó. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, ha te azt gondolod, hogy valaki a tehetsége révén ma sikeres lehet, akkor nagy tévedésben lesz. Ha nem támogatják meg, akkor a mai világban, tehát úgy a tehetsége révén gyorsan sikeres lesz, a gyorsan szót kihagytam, bocsánat, gyorsan sikeres lesz, akkor ha te ezt gondolod, akkor óriási tévedésben élsz. Tehát a tehetség révén, ha csak tisztán a tehetség révén, most gondold végig, akkor egy embernek meg kell tanulnia a marketinget is. Mert különben a gatyáját a marketingre fogja fizetni. Érted? Tehát a Tesla azért nem lett sikeres, és azért ellaposodott a találmányai, ellaposodtak. Miért? Mert semmit nem értett a marketinghez. Semmit. Mert egy feltaláló volt. És nem is foglalkozott azzal, hogy ugye a marketing mit jelent? Azt jelenti, hogy ismerté tenni. Ezt jelenti a marketing nagyon röviden. Érted? Tehát ő nem tudta a találmányait és önmagát ismerté tenni. Az Edison azért tudta ismerté tenni, mert miért? Mert hátulról J.P. Morgan támogatta. A világ egyik leggazdagabb családja a Morgan család. Onnan kapott támogatást. A Facebook alapítója, azt hiszed, hogy saját maga lett akkora, mekkora? Hát a Rockefeller család támogatta. Érted? Azok meg világ egyik megint csak leggazdagabb családja. Miről beszélünk? Ja, a naivitásról arról beszélhetünk, hogy milyen naivak az emberek, és elhisznek mindenfélét. Arról lehet beszélni. Tehát a következmények mögött meg kell nézni az okokat. Mert az okokból lesznek az okozatok meg a következmények. Érted? Tehát csak úgy, nem egészen úgy van, ahogy te gondolod. Nem egészen. Tehát rengeteg, sokkal tehetségesebb ember van, mint akiket így megtámogatnak, érted? Csak ők lehet, hogy nem fekszenek le. Lehet, hogy nincs elég hosszú nyelvük. Meg nincs elég gumigerincük, érted? Meg lehet, hogy gusztustalan nekik a segnyalás. Érted? Mert ugye ez mit jelent? Tehát most gondold végig, csak példát mondok, amit ez a srác, ez az Azalia csinál, az azért nem semmi, érted? Tehát ez ilyen, mondhatjuk azt, hogy párját ritkító, így látszólag párját ritkító, de szó szerint. Tehát, hogy valaki ilyen fiatalon, tehát erre világviszonylatban nincs példa. Érted? Hogy ekkora a sportcsarnokokat megtöltsön, nem Magyarországon, világviszonylatban nincs, nem sportcsarnokokat, hanem stadionokat, világviszonylatban nincs példa. Na most ez miért érdekes? Mert ez tudod mekkora siker? És tudod, hogy a sikert a legtöbb, az ilyen hatalmas sikert a legtöbb ember nem tudja feldolgozni?
és belehal. Belehal. Úgyhogy én nem, szegény srácnak nem sokat adok. Nem fogja megélni az öregkort, még a középkort sem. Tehát a középkorúságot sem, úgy értve. Mert ekkora sikert, főleg ilyen fiatalon nem lehet feldolgozni. Érted? Ember nem volt, aki ilyen sikert ilyen hamar feldolgozott, vagy tehát ilyen fiatalon ekkora sikert fel tudott volna dolgozni. Nincs rá példa. Érted? Nincs rá példa. Hát az a példák, viszont vannak számos példák, hogy ilyen hirtelen felfutott emberek alkoholisták lettek, drogosok lettek, mert nem tudták feldolgozni a hirtelen jött sikert, érted? És avval próbálták enyhíteni a tüneteket. Érted? És akkor nyilván ennek is lehet egy halál következménye a túlzott alkoholizálásnak, vagy a túlzott drog bevitelnek. Tehát van egy szabály, amit tanulunk a növekedés coachnál. Ez a szabály, hogy az ember különböző állapotokban lehet. Ezek különböző növekedési állapotok, vagy csökkenési állapotok. Tehát a csökkenésnek és a növekedésnek különböző állapota van, sőt, még az indulás is egy állapot. Tehát az is egy állapot, amikor valamiben belekezdesz. Az egy növekedési állapot. És ezeknek az állapotoknak vannak szabályai. Meghatározott szabályai. Olyan törvényszerű szabályai, ha ezeket a törvényszerű szabályokat, mondjuk 4, 5, 6, 7, 8 törvényszerű szabály. 8-nál több azt hiszem nincs is. Ha ezek közül bármit akár felcserélsz, úgy értve, hogy azt sorrendben is vannak ezek a szabályok, képzeld el? Felcseréled ezeket a szabályokat, vagy kihagysz szabályok megvalósítását. Tehát ezeket a szabályokat végig kell csinálni, érted? Tehát végig kell csinálni. Ezek a szabályok lépések, amit meg kell tenni az egyénnek, vagy egy szervezetnek, vagy egy csoportnak, vagy akár egy családnak. Meg kell tennie. Ha nem teszi meg, akkor egy csökkenő állapotba fog visszaesni. Ha ott sem teszi meg, amit abban a csökkenő állapotban meg kell tennie, akkor még nagyobb csökkenő állapotba fog beleesni. Érted? Tehát ezek szabályok, ezeket itt tanítjuk, ez a növekedés coachképzésben van benne. És gondold végig, a legrosszabb, ami, tudod melyik a legrosszabb? Tehát ugye a pozitív növekedési állapotok közül, mert vannak negatív növekedési állapotok, a pozitív növekedési állapotok van, vagy azt mondja, hogy az alapállapot, akkor a, ugye van még két, egyik a veszély, a másik a szükség, utána van egy ugye egy a normál állapot, utána van a fellendülés állapota, tehát ez az ötödik, utána még két állapot van. Tehát, illetve egy. Tehát itt van a fellendülés állapot, baromi jó, mikor egy ember fellendül, vagy egy csoport fellendül, az árja most fellendülésben van. És képzeljétek el, a fellendülés állapotát rontja el a legtöbb ember, a legtöbb szervezet. Érted? És az a legnehezebb állapot, a fellendülés állapota. Képzeld el, nem a csökkenés állapota a legnehezebb, de van két csökkenés állapot itt a pozitív állapotok között, hanem a fellendülés állapota a legnehezebb.
Mikor a felendülés azt jelenti, hogy hirtelen óriási növekedések vannak. És ebbe a felendülés állapotába az emberek 99%-a belebukik. 99%-a. Miért? Mert azt, amit akkor csinálni kell a felendülés állapotába, ugye azokat a lépéseket meg kell tenni, azokat a szabályokat abban a sorrendben, lépéseket végig kell csinálni, nem teszi meg. És onnan ugye magasról lehet nagyot zuhanni. Oké? Tehát minél magasabban van az ember, annál nagyobbat zuhan. Szóval, ha valaki azt gondolja, hogy én ilyen fantáziálok, én nem fantáziálok, én tudok. Ez a különbség. Oké? Az átlag emberhez képest, az a különbség köztem és az átlag emberek között, hogy az átlag emberek lehet, hogy azt képzelik, hogy én fantáziálok, én meg tudom, amit tudok. Ez a különbség, érted? És nekem jöhetsz bármilyen dologgal, ami az élettel vagy az ember működésével kapcsolatos, ez probléma, tehát problémával jöhetsz, az a dolog az egy probléma, akkor én tudok megoldást. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy értek ezekhez a dolgokhoz. Érted? És 13 éve nem tudtak az élet és az ember működéséről feltenni olyan kérdést, amire ne tudtam volna választ adni. Pedig jöttek ide már szakemberek is, akik emberek felnőttek képzésével foglalkoznak, valamilyen szinten ugye fejlesztésével foglalkoznak. Na majd főtesznek olyan kérdést, amire úgyse fogok tudni válaszolni, mert ők se tudtak. És én megadtam a választ. És lehidaltak. Érted? Szó szerint. Akik itt voltak, emlékeznek rá. Szó szerint lehidaltak. Jó? Tehát, de ez nem ego, ez úgy hívják, hogy tudás. Tehát ugye óriási különbség van az ego és a tudás között. Az ego az egy tudáspótló. Jó? Bizonyára találkoztam már rengeteg olyan emberrel, aki úgy el volt szállva magától, az közben az élete meg romokba hevert. Nem? Vagy nem találtál? Nem találkoztál ilyenekkel? És akkor tök el volt magától durranva, hogy milyen okos, értelmes ember. Aha, és az életed az hogy áll? Hát itt van 10 életterület. Mindjárt mutatom. Ezen a 10 életterületen jól kellene működni. Nem csak azt kellene állítani, hogy neked minden, ó, hát te fasz a gyerek vagy. Érted? Ó, hát te szuper okos. Ó, te az életedben mindent megoldottál. Ha? És ezt a 10 életterületed, hogy áll? Most a jelenben. Nem a múltban. Kit érdekel a múlt? Tudod, hány emberrel találkoztam olyannal, aki nyugdíjas? És állandóan arról beszélt, hogy ó, hát ő mekkora ember volt, mikor nem nyugdíjas volt. Nem az a lényeg, hogy mekkora voltál, most mekkora vagy. Oké? Okay? Most hogy éled az életedet? Nem az számít, hogy mi volt. Kit érdekel a múlt? Most mit csinálsz? Nem az számít, hogy a múltban jó volt valamelyik életterületed. Az a lényeg, hogy most hogy állnak ezek az életterületek? Ezekkel hogy állsz? Tudod mondani, hogy köszönöm szépen, mindegyikkel jól vagyok? Én tudom mondani. De tudod mondani? Nem kéne mindenkinek ezt mondani, hogy köszönöm szépen, ezekkel az életterületekkel jól vagyok. Tehát hány olyan emberrel találkoztam, aki azt mondta, ó, hát ezekkel rendben vagyok. Aha, és egyedül élt. Érted? Hát ha egyedül él, hogy lehet jól ezekkel területekkel, ami úgy hívnak, hogy párod? Hát ha valakinek nincs párja,
akkor nem tud azzal a területtel jó lenni. És akkor ezzel megmagyarázza, ó, hát nem is akarok párt. És ez a megmagyarázás, érted? Ego, ezt úgy hívják. Ezt egónak hívják. Na most nézzünk példát, jó? Nekem nincs testvérem. De lehet, hogy neked van. Nem tudom, hogy idősebb testvéred van, vagy fiatalabb testvéred van. Nem tudom. Te tudod, nyilvánvaló, ha van testvéred, te tudod, hogy van. És hogy történtek ott az dolgok nálatok a családban? Érted? Hogy? Hát ugye az lenne a normális, hogyha valaki idősebb, akkor előbb megy férhez, vagy előbb nősül meg, nem? Nem ez lenne a normális? Akkor előbb lesz szülő, nem? Nem ez a normális? Mit tudom, előbb lesz gyereke, nem? Előbb lesz unokája, mert ő az idősebb, nem? Nem ez lenne a normális? Akkor nézzük tovább. Mit tudom én, a munkája hamarabb lesz, hamarabb keres jövedelmet, ezáltal több pénzt keres, több, hamarabb lesz vagyona, hamarabb lesz, mit tudom, a háza, lakása. Nem ez lenne a normális? Itt van ezek közül, mit tudom én, 7 terület, amiről hirtem, vagy 6 terület, amiről beszéltem. De ha ez nem így történt, az az igaz, nem? Hogy mondjuk a fiatal lekörözi az idősebbet. Hogy? Érted? Miért? Akkor valamit a fiatalabb jobban csinál? Vagy hogy van ez? Nekem mondom, nincs testvérem, de az baromi ciki lenne, hogyha a kisebb testvér az többre viszi, és jobban működik az élete, mint az idősebb testvérnek. Nem? Még akkor is, hogyha az egyik fiatal, fiú, másik lány. Érted? Mert ugye ráadásul a nők választják a párjukat. Nem a férfiak választják a nőket, hanem a nők választják a férfiakat. Tehát tudott veled valaki randevúzni nőként, akivel te nem akartál? Ki van csukva. Tehát akkor ki választ? Mindig a nő. Világos ez? Tehát a férfinak mindegy. Kedves a nő, neki mindegy kivel randevúzik, érted? Csak az a lényeg, hogy a nő kedves legyen. Sok férfi még strigulázik is. Na szóval, gondold végig. Hát ez azt jelenti, hogy az embernek ezeken a területeken boldogulni kellene. És az lenne a természetes, hogyha valaki idősebb, akkor többre vitte, nem? Nem ez lenne a természetes? És minél idősebb, annál többre vitte, nem? Hát ez is megfordult. Hát azt látni, hogy idősödnek az emberek és szegényednek. Tehát az életük ilyen, hogy szépen emelkedik, elérnek egy életkort, mondjuk úgy 40-50-et, vagy mondjuk nyugdíjba vonulás időszakát, 60-at, és utána meg így megy az életük. Anyagi szempontból. És jól működés szempontjából is. Tehát a legtöbb embernek megnézed, valahogy úgy 35 után egészen olyan 50-55, talán 60-ig van a csúcsa az életének. És utána minden szempontból, ezt az összeset megnézve, van egy lehajlás. Miért kell? Ja, azért már többinél is így van, azért neked is így kell lenni. Ah, persze. Persze. Hát az élet arról szólna, hogy emelkedjünk.
mindig végig növekedjünk, a növekedés, tehát minden szempontból növekedés, ez a normál működés, a normál működés az mindig egy kicsit jobb, mindig egy kicsit jobb. Hogy tudtad ezt elérni, hogy mindig egy kicsit jobb? Ez a mindig kicsit jobb, ez nem ezt jelenti, hanem ezt jelenti, tehát az irány az felfele mutat, érted? Ezt jelenti, tehát abban vannak kisebb hullámzások, de nem évekig van hullámzás, érted? Mert az már akkor nem növekedés. Tehát olyan világot élünk, ahol nagyon nagy a tudatlanság. Mondok példát. Marian nagymamájának, egyik nagymamájának volt egy mondása, most a fellendülésre vonatkozik, jó? Tehát a fellendülés, mint legveszélyesebb állapot. Az volt a mondása, hogy amikor bőven, a bőség az a fellendülés állapota. Amikor bőven, ez volt a mondása, akkor szűke. A mai világban ki csinálja ezt? Hogy amikor bőven, akkor szűke. Ez volt a, még mikor halt meg? 84-ben a Marian nagymamája, érted? Tehát a 84-ben meghalt idősek, érted? Tehát akik rég születtek, még a múlt század elején, azokban volt bölcsesség, érted? És azt mondom, ezt tanította a gyerekeinek, unokáinak, hogy Marian hallotta ezt saját fülével, hogy amikor bőven, akkor szűken. És ez tényleg így van, a fellendülés állapotának egyik fontos lépése, hogy akkor spórolja legjobban, amikor bőven jön a pénz. Hoppá! És ezt csinálják az emberek? Nem. Hanem mit csinálnak? Elkezdi szórni a pénzt. Érted? Például ez is egy szabály, hogy amikor bőség van, ez is ebben egyik pont, akkor első lépés, hogy fizess ki minden adósságodat. Ezt csinálják az emberek. Tudod, mit csinálnak bőség állapotban? További adósságot vesznek föl. Tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát bőség van, lecseréljük, tudom fizetni még jobban a részleteket. Cseréljük le házamokat, nagyobbra, autót nagyobbra, drágábbra, stb. Stb. Ezt csinálják. Az első szabály a bőség állapotának, tehát a fellendülés állapotának, hogy fizess ki minden tartozásodat. Nem. És ott van benne a bőség egyik pontjába, hogy semmi olyat ne tegyél, amiben jövőbeli fizetési kötelezettséget keletkezne. Tehát tehát a bőség a fellendülés állapotában, semmi olyat ne tegyél, amivel jövőbeni fizetési kötelezettséget csinálná. És ezt így rúgják fel az emberek. Érted? Én tudom, hogy a világban rengeteg oktató ember van, de hányat tudtok olyat mutatni, akik mindenre módszert is tudnak adni? A bolygón. Hány olyan ember van, aki képez embereket, és megfizethető áron, olyan módszereket is ad, ami működik, érted? Tehát módszereket is ad. Tehát könnyű azt mondani az embereknek, hogy ne ilyen legyél, olyan. Jó, és akkor legyél olyan, azt mondják. És akkor azt mondják, hogy hű, tényleg, akik hallgatják, hű, tényleg olyannak kéne lennem. És akkor hazamegy, föl van motiválva, hogy hú, de jó, olyan leszek. És akkor utána a másnap elgondolkodik rajta, amikor már nem annyira motivál, hogy a francba fogom én ezt megcsinálni. Hát van egy szabály, amin a legtöbb ember és a vállalkozások elbuknak. Tudod micsoda?
hogy amikor valami nem megy, vagy nem úgy megy, ahogy szeretné, nincs kihez fordulni. Érted? Nincs kihez fordulni. Vagy mihez fordulni. Mihez, kihez fordulni. És most mit csinál olyankor az ember? Basszus kulcs, elakadtam. Mit tegyek? Elkezd tanástalan lenni. És akkor utána mit csinál? Rögtön az emberben kétség ébred. Kételj. És a kételj a legnagyobb megállító. Annál nagyobb megállító nem létezik. Oké? Ha kapna segítséget, akkor a kétség nem alakulna ki. Vagy feloldódna, ha már kialakult benne a kételj, mert megállt. És akkor így lassan így átlátjátok, hogy mi különbség van köztünk, vagy köztem, mint előadó és tanító, vagy a többi előadó között. Érted? Tehát van olyan képességem, hogy megfogalmazódik benned az életeddel kapcsolatban valami problémával kapcsolatban valami kérdés, amire választ szeretnél, és akkor előadásban megadom a választ úgy, hogy föl se tetted sehol a kérdést, csak magadban. És akkor hogy van ez? Hogy van ez? Ilyen képességeim vannak? Nem. Tudod, hogy van ez? Neked van egy lelked. A lelkeddel kommunikációban áll a teremtőd. A teremtőd érzékel minden gondolatodat. Nekem is van teremtőm, aki küldi nekem az információkat. És ez a két teremtő, mivel mindnyájan a jó emberek, ugyanonnan származunk, tehát ugyanaz a fenti réteg, tehát fenti réteg, ugyanaz a fenti réteg istenek, tehát nem ugyanaz, tehát ugyanazok, akik kommunikációban vannak egymással, intézték el, hogy leszülessünk, tehát egy fenti közösség intézte el, hogy leszülessünk, azok a fenti istenszerű lények, azok kommunikációban vannak egymással. És veszik a te üzenetedet, és nekem meg átküldik azt az üzenetet, nem arra vonatkozó, hogy te üzented, te nem tudod a választ a kérdésedre, hanem így azt érzem, hogy nekem arról beszélni kell. Érted? Illetve nem ezt érzem, hanem így gondolom, hogy beszélni kell. Érted? Tehát a gondolataimat mondhatjuk azt, hogy az agyamba adják, érted? Hogy mit kell gondolnom és miről kell beszélnem. Ez így működik. Tehát nem én vagyok ilyen zseni. Ezeket úgy hívják, hogy emberi kapcsolatok. Érted? Hányszor volt már olyan esetleg az életedben, hogy gondoltál valakire, és előtte évekig nem találkoztál vele, és egyszer csak fölhívott, vagy éppen találkoztál, összefutottál vele. És akkor végig gondoltad, hú, de rég nem találkoztunk már, mint előtte. Milyen jó lenne találkozni vele, de hát se a telefonszámát, semmit nem tudok. És egyszer csak összefutsz vele. Ez nem véletlen. Minden gondolatodat olvassák. Minden gondolatodat. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan gondolkodsz. Mert a gondolatodból kiolvassák azt is, hogy mennyire érdemes neked segíteni. Érted? Mert hogyha nem érdemes, azt hogy gondolják? Miért nem érdemes? Mert ha segítenének a helytelen gondolataid által, úgyis a segítséget blokkolnád. Na most egy kis tanítást is hallottál. Oké? És akkor nem kellene kicsit helyesebben megtanulni gondolkodni? Jó, magadtól úgyse fogsz tudni megtanulni helyesen gondolkodni. Ahhoz kellenének módszerek, meg egy közösség, ahol hasonló dolgot csinálnak mások is.
Jó, úgyhogy ha úgy látod, hogy hallottál tőlem esetleg érdekes dolgokat, és még érdekesebb dolgokat szeretnél hallani, akkor legyél tanuló. Ha úgy látod, hogy na ez a szedlecsik jól lefárasztott, akkor mondjuk az a legjobb, ha törölteted magadat, jó? Hogy még regisztrálva se legyél. Megköszönünk szépen akkor az energiádból, nem kérünk. Oké? Senki, nem csak én, senki, aki itt van. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Még mielőtt befejezném, azért ezt elmondanám, hogy ugye a weboldalon utána tudsz nézni dolgoknak, tudsz keresni egy olyan szemét, aki szimpatikus számodra, és csatlakozhatsz hozzá, és akkor tudsz kapni segítséget is, hogyha elakadsz. Jó? Tehát várunk egyébként, hogyha úgy látod, hogy itt a helyed, és ugye mit csinálunk igazából, mert nem volt szó, egy mondatban azért elmondanám, hogy meg kell mentenünk az emberiséget. A totális elhűléssel szemben. Meg kell menteni. Mert a totális elhűlésnek a kipusztulásunk a vége. Oké? És ettől meg kell menteni az emberiséget. Tehát ez úgy működik, hogy minél butább egy ember, tehát az azt jelenti, hogy nincs józan paraszti esze, ahogy a magyar mondja, na ezt fordítsa le a fordító majd, és meg is értsék mondjuk az angolok, vagy az egyebek, egyéb nyelvűek. Na szóval gondold végig, akinek nincs józan paraszti esze, az hibázik az életében. Érted? Hibázik. És minél többet hibázik az ember, annál több bajt okoz. És mikor a tömegek hibáznak, akkor a tömegek okoznak nagy bajokat. Oké? És ezáltal eljut szépen az emberiség, hogy a vég stádiumában, egyébként ez az emberiség a vég stádiumában van, még van egy pár évünk, az azt jelenti, hogy 2035-ig még van egy pár évünk, nem túl sok, 12. Mert itt ebben 2035-ig itt bizony tudatosnak kellene lenni az emberiségnek. És aki nem lesz tudatos, azt úgyis kivonják az élők sorából. Ez nem probléma. Ennek is utána lehet nézni, hogy kit vontak ki idő előtt az élők sorából, és rá fogsz arra jönni, hogy szegényként nem túl tudatos volt. És ha tudatosabb lett volna, és foglalkozott volna azzal, hogy fejlődjön szellemileg, sőt, mondjuk, hogy esetleg másoknak is adjon az életükhez segítséget, akkor még mindig élne az illető. De ilyet nem csinált. Jó, ezt meg lehet nézni. Ő ilyet nem csinált. És azokat szépen idő előtt kivonták. Tehát nem az idős emberekre gondolok. Vagy nézd meg az idős embereket. Mai világunkban hogy halnak meg az idős emberek? Hát nagyon kevés olyan idős ember van, hogy mag egészséges, lefekszik, és nem kell fel. Valahogy nem így halnak meg az idős emberek. Vagy, mit tudom én, éri valami, és akkor mondjuk egy héten belül úgy meghal, hogy nincs is magánál. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem fáj neki, mert nincs már magánál. Tehát az azt jelenti, hogy még a test életben van, de érzések már nincsenek. Tehát reakciók sincsenek a külvilág felé. Tehát hol látsz ilyen halálokat? Időseknél. Hol? Mi csinálnak az idősek? Halál előtt szenvednek. Te is akarsz szenvedni? Szeret szenvedni? Fiatalok meg hogy? Ó, hát még élhetett volna évtizedeket nyugodtan, és mégis meghalt. Semmi baja nem volt. Nem lehet, hogy kivonták az élők sorából? Nem lehet, hogy nem teljesítette a küldetését? Bárkinek meg tudjuk nézni, aki itt tanul, a küldetését.
miért született ide. Már tudom a unokámnak a küldetését, érted? Már akkor tudtam, mikor megszületett. Aznap. Mondod végig. És az emberek nem tudják. Ha tudnák, akkor egy kicsit másként alakíthatnák az életüket, de nem tudják, azt mondják, van egy hülye mondás, hogy amiről nem tudok, az nem fáj. Érted? Aha. És a halál az, hogy állsz ebből a halál kérdésével? Az hogy fog fájni? Vagy az hogy fog fájni, mikor mondjuk te életben maradsz és körülötted meg hullanak, mint a legyek az emberek? Hm? Az hogy fog fájni? A szünetben majd, jó? Hogy fog fájni? Itt egy dolog van, vagy fejlődik az ember, vagy ha esélyét is elvesztette, hogy fejlődjön, akkor kivonják az élők sorából. Jó? Tehát minden halálesetet, ha megnézed, pont így van. Vagy fejlődik valaki, vagy az esélyét is elveszítette, hogy fejlődjön, és kivonják az élők sorából. Népes volt a rokonságom, még most is népes, ezért sok temetésen kellett részt vennünk, mindenütt így volt. Akármikor halt meg valaki. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!